Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Szerdán az 1909-es bányakatasztrófa évfordulóján megemlékezést tartottak a Bányászati Múzeumban. Most az erről készült összeállításunkat láthatják. Szomorú az évforduló, hiszen 55 bányász elvesztésére, halálára emlékezünk ma. Ugyanakkor mégis felemelő, hogy 105 évvel ezelőtt, több mint egy évszázada történt eseményre, hál' Istennek még mindig ennyien emlékezünk. Tisztelt megemlékező barátaim! Az 1909. január 14-én történt bányaszerencsétlenség 55 halálos áldozat emléke előtt tisztelgünk. A 128 méter mély árvinaknát 1900-ban kezdték mélyíteni, 1904-ben helyezték üzembe, 56 évig, 1960-ig szolgált egyhuzamba. 1909. január 14-én csütörtökön a reggeli műszakban a leszállók száma 259 fő, a kiszállók száma csak 204 fő. 55 fő az elemekkel vívott csatában elesett. Az ajkai szerencsétlenséghez fogható, illetve annál nagyobb bányakatasztrófa csak egyetlen esetben fordult elő Magyarországon, mégpedig 1896-ban, december 18-án a Dománi Széchenyi aknában, ahol 70 halott volt. Ez az árvinaknai szörnyű katasztrófa mindenkorra emlékezetessé, rossz emléküvé teszi az aknát, és érthető, hogy az ajkai szénbányák dolgozói és a bányász társadalom erkölcsi kárpótlásként múzeum létesítésével éppen itt az Ármin aknán állítottak emléket bányászatunk múltjának és legfájdalmasabb eseményének. A szerencsétlenség 1909. január 14-én oly módon történt, hogy az akna bányamezejének szellőztetését szolgáló 80 méter mély légaknában az akna talpán elhelyezett szellőztetőgép olajzása közben kigyulladt. Mire a gép kezelője azzal a szándékkal, hogy így a tüzet eloldhatja, ezt hirtelen leállította. A szívónyílásból erre hatalmas füst csapott ki, megfordult a légkeringés, és árvinakna bányamezej lassan megtelt füsttel. Az ott dolgozók nem ismerve fel a veszélyt, eleinte csak lassan menekültek az akna felé, ahol azonnal kezdetét vette a személyszállítás, ami kezdetben rendben ment, de csak hamar nagy lett a tolongás, mert a füst mind elviselhetetlenebbé vált. Az emberek elgyengültek, nagy részük teljesen kimerült, s az összes lámpák kialudtak. A fejetlenségben az egyik 8 ember befogadására méretezett kasba 11 fő kétségbeesett ember szállt be. A térfogatában túlterített kas az aknatartó számított 30 méter magasságban elmozdulhatatlanul beékelődött. A megszorult kas okozta technikai problémák miatt a másik kassal sem lehetett a szállítást folytatni. Az aknarakodón rekedt dolgozók közterre pánik keletkezett, s az eredménytelen tülekedésben, sötétségben és füstben szinte egymást taposva életüket vesztették. A bányászokat a föld alatti munka számos veszélye, különleges testvéri egységbe kovácsolja össze, és annál érzékenyebben sújt, ha ebből a közösségből tragikus módon vesztünk el értékes bányász életeket. Ők 55-en munkájuk teljesítése során, és közülük néhány bajba jutott társaik mentése közben vesztette el a legdrágábbat, az életüket. Nevüket, mint a munkahőseinek nevét az aknaház bejáratának falán, az 1909. január 14. árminaknai bányaszerencsétlenség áldozatainak emlékére feliratú márványtáblába vésve örökítették meg 1965-ben a múzeum megnyitása alkalmából. Azóta itt róljuk le tiszteletünket, és tegyük ezt most is, emlékezve arra, hogy igazában csak akkor hal meg valaki, ha már nem emlékeznek rá. A hajnalfénye oly fakó, rekedten lomhán szálaszó, köt hull, mint sűrű pincelék, míg indulsz mélytárnák felé, hogy leszállj minden reggelen, s felzúg a szikla odalen, szerencse fel, szerencse le. Ilyen a bányász élete. Csákány fogyasztja erejét, verejték sózza, levesét lihegve vág, feszít, emel, nem fütyül és nem énekel.
A déli lámpa börtönén félbe szivárog át a fény, ökre nyomán a kincsterem, s ő marad mégis, nincstelen, sovány, zsírtalan étele, ilyen a bányász élete. De széllyel foszlik a homály, sugárzik a fekete táj, és eljut hozzád is a fény, te szénporos vájó legény. Remény szivárványaival, az új törvény betűivel, s az éjszakán át reggelig ragyogó, csillag őrködik a bányák elborult egén, téged vigyáz, vájó legény. Friss üdeszellő veri szét az aknák zord lehelletét, nem sínylődsz, és nem éhezel, magadnak örítékezel. Vidáman lendülhet karod, és végre eldalolhatod? Szerencse fel, szerencse le, derűs, szabad a bányász élete.